vagyok szakmai, az egyik olyan, amihez mindenki ért. Ugye a foci, a polgármesterség is ilyen, de a pedagógiai pálya is olyan, hogy mindenki jobban ért egy kicsit hozzá. De én ebből mindig az aggódást, a törődést, a szeretetet érzem. Tehát nyilvánvaló, hogy ahol a gyermekeink vagy másoknak az unokái nap mint nap benn vannak iskolában, óvodában, intézményekben, az a területen mindenki szeret foglalkozni. Attól függetlenül, hogy van-e pedagógus végzettsége, egyáltalán bármilyen végzettsége, milyen van, mindenkit érdekel. A Hajdú-Göszörményi Tankerületi Központ egy kicsit ilyen bezzeg tankerületi központ, és az itteni intézmények bezzeg intézmények a szó jó értelmében. Igazgató úrral többször beszélgettünk, és hát így innen azért tudom, hogy meg hát a kevésbé kedvelt beszámolókból is, hogy mi minden zajlik itt, milyen új projektekkel próbálják meg az itt dolgozó kollégák azokat a feladatokat ellátni, illetve megsegíteni, ami hát alapfeladat, de mégiscsak borzasztóan nehéz. Ma Magyarországon 4 millió munkavállaló van, és abból 900 ezer ember fog érinteni a digitalizáció és a robotizáció, úgyhogy nagyon fontos a pályorientáció fogalma. Azon kívül ugye itt a munkaerőpiaci helyzetben felvázoltam azt, hogy megszűnő foglalkozások, új foglalkozások, illetve a másik nagyon fontos dolog, a folyamatosan változó oktatási struktúra. Ugye nem kell mondanom, itt vannak a középiskola képviselői, de inkább a szakképzésben vannak mostanság jelentős és gyorsan egymást követő változások, és sajnos emiatt is egyre fontosabb ez a munka a pedagógusok részéről, illetve hát nézzük meg, hogy a pályorientációban kik a meghatározó szereplők, a pedagógus mellett ugye ott a szülő és a tanuló is. A pedagógus utána odajött a zárójelbe, hogy itt elsősorban az osztályfőnök feladatáról van szó, illetve a szakemberek még egy szereplőt említenek, a kortárs kapcsolatok. Én ezt nem emeltem ki, tehát úgy gondolom nem főszereplő. Lehetőség szerint a szülő és az osztályfőnök próbálja kizárni a kortársaknak a hatását a pályaválasztási döntésben.